Dr. Pajkos Gábor a vendégünk, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, Jó hogy reggelt! elfogadta a meghívásunkat. Csókolom, jó reggelt, és köszöntöm a nézőket. Olyan ügyről fogunk most doktor úr vagy elnök úr beszélni, amiről már körülbelül egy hónappal ezelőtt beszélgettünk itt a stúdióban, amikor legelőször hírként kijött az, hogy Magyarországon innentől kezdve talán nem is nincs is olyan országgal hasonlóan működne mondjuk ez a fajta új módszer, de egy úgynevezett vaklicitet vezetnének be, hogyha most egy jól összefoglalom, ami arra vonatkozna, hogy a daganatos betegségben szenvedőknél a legolcsóbb készítményt fogják majd felírni. Jól hangzik az? Ez azért nem teljesen nem pontos teljesen. Így. Tehát a hogy vaklicit, szólna ez az új rendelkezés? A vaklicit eredetileg arról szólt, hogy a lejárt szabadalmú gyógyszerek, ezek lehetnek biológiai szerek, ezek bio hasonlók, ugye, mert ugyanolyan a fehérje szerkezetet nem lehet utángyártani, még a kisebb molekulatomegű gyógyszerek esetében ezeket utángyártó generikus szereknek nevezzük. Ezek hasonló szerkezetűek, hatásúak, talán a mellékhatásaikban sincs lényeges különbség, és ezek közül a legolcsóbbat választják ki, ez a vaklicit lényege, hogy aki a legjobb ajánlatot adja, az lesz a standard, a bizonyítási alap. Itt a probléma az, hogy itt innovatív, olyan célzott terápiás, illetve immuno-onkológiai hatásmechanizmusú gyógyszerekről van szó, amelyek a szakmai álláspontunk szerint nem felcserélhetők, nem azonosak. Még ha ugyanabban a hatástani csoportban vannak, akkor is olyan egyéni, egyedi különbségek vannak a betegek között, a gyógyszerek között, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezek egyenértékűek. Jó, legyen olyan kedves, de akkor mondjon nekünk egy gyakorlati példát, helyzetet, szituációt most erre vonatkozólag. Mondjuk a festékes bőrrák vonatkozásában ugye van ebben a tervezetben két olyan immuno-onkológiai szer, ilyen úgynevezett programozott sejthajállán receptor gátlók, pembrolizumab és a nivolumab, hogy kémiai szerkezet nevüket mondjam. Ezekről ugye azonos hatástani csoport, ugyanazon a receptoron hatnak, de mégsem teljesen egyformák. Na most azt mondjuk, hogy oké, az olcsóbb lesz, amit fel lehet írni, vagy lehet adni a betegeknek, és akkor ez lesz a standard. De ezt nem lehet, én úgy gondolom, ilyen egyszerűen, tehát nem szerencsés ma a célzott és az immunok, tehát ezeknek a egészen precíziós módon ható gyógyszereknek a korában a beteget igazítani a gyógyszerhez, hanem a beteg betegségéhez, a betegségét jellemző molekuláris genetikai eltérésekhez, a beteg állapotához, hozott betegségeihez, terhelhetőségéhez igazítottan, személyre szabottan kell a terápiát megszabni, tehát nem uniformizálni. Ugye az egészségbiztosítási alapkezelés, az egészségügyi államtitkár is azzal nyugtatja a kedélyeket, hogy a most meglévő kezeléseket nem kell átalakítani, hanem ez új kezelésekkor lesz ez a szabály, hogy az olcsóbbat kell igénybe venni, amikor még nem lehet tudni, hogy melyik a hatékony, tehát akár az olcsó is működhet. Ez nem megnyugtató? Működhet természetesen, csak a gond ott van. Gondolját, ha adunk két betegnek, ugyanabból a szerből az egyiknél működik, a másiknál nem, holott előzetes precíziós vizsgálatokkal meg is lehet mondani, hogy működni fog, vagy nem de fog működni. De akkor le lehet cserélni az olcsóbbat, ha le nem működik. Le lehet cserélni, de nem érdemes indítani. Tehát ha azt mondom, hogy kétszer fizettem ki az olcsóbbat, mint ha mondjuk egyszer a drágábbat, és akkor annak a betegnek, akinek biztosan hatni fog, annak adom ezt a gyógyszert, a másiknak, akinél egy minimális eltérésekről van itt szó. Tehát mondjuk van két azonos receptor, ami hatnak ezek a gyógyszerek, de a betegnek, az egyiknek van mellette még valamilyen gátló mutáció is. Ennek a betegnek nem fog hatni, annak ellenére, hogy elméletileg abból a csoportból mennyire kellene fontos, kapnia. Hogy elsőre eltalálják a jó gyógyszert? Szerintem itt az nagyon fontos, hiszen a beteg sorsát mindig az első választott terápia sikeressége határozza meg döntően. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez tényleg egy döntő lépés, és nem látunk ebben szakmai indokot. Tehát szakmailag nem lehet azt mondani, hogy egyenértékű szerekről van szó, és ugyanazt tudja mindegyik minden betegnél. De hogyha szakmailag nem látják ezt indokoltnak, akkor vajon milyen egyéb döntés állhat a háttérben? Financiális? Abszolút. Tehát azt látni kell, hogy a modern onkológiai gyógyszerek ára hihetetlenül gyorsan növekszik, és ezek nagyon komoly
anyagi ráfordítást követelnek mindenütt a világon bármelyik egészségbiztosítótól. Tehát nyilván mi itt egy finanszírozási technikával állunk szemben, ahol ugye a fiskális szemlélet felülírja a szakmai szempontot, mert mi azt mondjuk, hogy... A szakmai szempont most az egyenlő az embereknek az életével, nem? Bizonyos értelemben. Igen, tehát mindenképpen, ahogy az előbb is mondtam, az első igen, csak ezt azért egy beteg otthon most nagyon nehezen fogja elfogadni, hogy igen, vannak fiskális érdekek egy állam működésénél, amikor az én életemről van szó. Ugye, hát ez azért ezt egy beteg ember nehezen tudja elfogadni. Ez így meglehetősen sarkítottan hangzik, nyilvánvaló, tehát az idő ebben a betegségben egy nagyon fontos szempont, de én azt gondolom, hogy csak az időre, vagy az idő szorítására fogni azt, hogy... Máshogy kérdezem akkor elnök úr, vagy máshogy kérdezzük Emiliával, mert valószínűleg ez a kérdés benne is megfogalmazódik. Ha ezt az új rendszert bevezetik, fennáll-e annak a veszélye, lehetősége, hogy pont az olcsó gyógyszerek alkalmazása miatt valakinek az egészségi állapota kimondottan ettől, hogy egy másik készítményt fog kapni, romlani fog? Nem tartom valószínűnek. Nem tartom valószínűnek, hiszen nem hatástalan szerekről van szó, csak arról, hogy ezek így is, tehát az olcsó itt sem olcsó, tehát az olcsóbb, vagy olcsóbb azt jelenti, hogy mondjuk nem 3 millió, csak 2 millió 800 ezer forint mondjuk egy havi terápiás költség, tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk. Na jó, de amikor erről először beszéltünk, akkor itt ült az ön helyén egy beteg, és ő azt mondta, hogy a mellékhatás az nagyon nem minden. Teljesen egyetértünk, tehát ezek a szerek hatásukban, hatástani csoportukban lehet, hogy azonosak, de már a mellékhatás profiljuk különbözők, és vannak olyan finom molekuláris genetikai eltérések, amelyek miatt mégsem teljesen ekvivalensek. Tehát nem véletlenül mondja a szakma azt, hogy ezek nem egyenlő, vagy nem egyenértékű szerek, tehát a mi szakmai álláspontunk egyértelműen az, hogy meg kell hagyni a gyógyítás szabadságát, és lehetősége szerint ott látjuk a megtakarítás, vagy a racionális felhasználás. Picit a fiskális szempontokról beszéljünk konkrétan. Az stimmel, hogy egy rák beteg meggyógyítása olyan 15-20 millió forintba kerül? Betegségtípustól és a szükséges... A nagyságrend az... Lehet ennyi, lehet. Igen. Mennyit spórolnak most ezen? Nem tudom. Tehát erre én nem tudok önnek választani. Mert az előbb 200 ezeres különbséget említett. Ez egy feltételezés, hogy talán ennyivel lehet olcsóbb. Én nem vagyok egészségügyi közgazdász, azt tudom, valaki kiszámolta legalább? Feltételezem, de ezt az információt nyilván nem velünk osztja meg a finanszírozó. Nem tudom, ezt a kérdésre én önnek nem tudok választ adni. Azt tudom, hogy a mi szakmai álláspontunk szerint ott lehet racionálisan gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásokkal, hogyha minél pontosabban még a kezelés megkezdése előtt, a gyógyszer kiválasztása előtt döntjük el, vagy szerzünk információt arról, hogy mik a sajátosságai ennek a daganatnak. Hát, meg ha még egy ekkorábbra megyünk, hogyha a szűréseket időben el tudnánk azt végezni, nem kéne rá más, tehát a prevenció várni. Kérdését én most külön venném ettől, mert ez külön megér egy misét, és azt hiszem, hogy ez egy másik műsor, hosszabb műsoridővel szükségeltetik, de a meglátásunk, tehát a megoldási javaslatunk mindenképpen az, hogy a daganatos diagnosztikát, a finom molekuláris genetikai diagnosztikát kellene előtérbe helyezni, a molekuláris patológiát támogatni, és akkor meg lehet mondani, hogy a betegnek melyik gyógyszer fog használni, és engedje meg még egy megjegyzést. Ha megnézzük, ennek kettős haszna van, mert az egyik esetben, ha pozitív, jó eredményt kapunk, akkor a beteg egy biztosan hatékony kezelést kap, viszont a másik beteg, akinél ez a célpont nincs meg, annak viszont egy felesleges és csak mellékhatások kockázatát jelentő kezelést spóroltunk meg. Tehát gyakorlatilag ez véleményünk szerint a költséghatékony felhasználás útja. És mindig ide lyukadunk, költséghatékony, de értem egyébként, amit mond. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Mégiscsak elgondolkodtató, hogy Európában ilyen jellegű szabályozás információnk szerint nincs. De mindegy, szerintem még beszélni fogunk erről a témáról. Köszönjük. Köszönöm a meghívást.